kedves nézőket az Ajkai Szó online-on. NB3, nyugati csoport, 29. forduló. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt az Ajkai Szó online-on. NB3, nyugati csoport, 29. fordulója. Ajkai támadással kezdhetjük az élő közvetítésünket, amely kissé potantlanra sikerült. Ajkára látogatott a 3. kerületi tévéje. Mai napon lesz a hivatalos bajnokavatás. Ugye még jövő héten lesz egy mérkőzés, de az természetesen idegenbe. Vendégek járatják a labdát. Szép számmal látogattak egyébként ki erre a mérkőzésre. Megmerem kockáztatni a 600-700 ember, de még folyamatosan még érkeznek, tehát ez nem a végleges nézőszám. Minden bizonnyal még változni fog. Letámadás. Nem jó bedobással jött a 3. kerületi együttes. Szépen megszerzik az ajkaiak a labdát. Gyönyörű indítás. Középen várja a labdát az ajkai csatár, ám de nem érkezett meg oda. Csemár attól függetlenül még megszerzi a labdát. Bal szélen viszi, Csemárt fellökni nem lehet, ezt már tudjuk. Beadás. Vendégjátékos fejére, onnan pedig tovább kerül egy fejérmezeshez. És a kapus pedig Jeszenszky résen volt. Ez már igencsak tetszik. Hogy azért az eredmény az még nem a végeredmény. Elnézést, egy rövidke kis zálat volt, ugye gyorsan a programot kellett szerkeszteni, amit operatőr kollégám meg is csinált. Nem 3-0-val kezdődik, az ajkai csapatnak nincsen alanyi joga, hogy pozitívabban kezdi a mérkőzést, mint az ellenfele, de korrigáltuk a hibát. Tehát 6. perc, Ajka 3. kerület 0-0. Na de milyen eddig az operatőri munkákat, én végeztem, így már a kezdőket tudom ismertetni önökkel. Vendégeknél Jeszenszky, Hidvégi, Kaszai, Rabatin, Huszti, Petneházi, Radnó, Borvető, Rácz, Szalai és Erdei Gábor, azaz Erdei Gábor, aki egyébként a télen hagyta el az ajkai együttest. Úgyhogy mindenféleképpen jó érzés lehet neki itt játszani, a mérkőzés pedig egyébként Derdák Marcell vezeti. Az ajkai kezdő pedig úgy néz ki, hogy Balogh kapuba, Kenderes, Olá, Nagy Krisztián, Horváth Péter, Köles János, Csemer Gyula, Illés, Csizmadia, Pákai és Csaba Dániel. A vezető edző egyébként Schindler Szabolcs. Előbb hallhatták közvetítésünkbe, hogy a szurkolók abszolút éltették, nem hiába. Hatalmas teljesítmény nyújtott ő is ebbe a szezonba. Hát nyilván ő és a csapata. Meg persze a vezetőség is. A 3. kerület edzője pedig Gál István Róbert. Szöglettel veszélyeztethetnek egyébként a vendégek. Azok a vendégek, akik még a dobogóért harcolnak, a dobogó legalsó fokáért, tehát a bronzéremért. Jelenleg 5. helyen állnak zsinórba. Két együttessel is. A Komárommal és a Puskással pont egyezés van. Ilyenkor a győzelem szám és a gólkülönbség az, ami döntő mérvadó. Úgyhogy ennek köszönhetően vannak az 5. helyen. Egyébként a két csapat legutóbb 2018. november 11-én játszott egymás ellen. Akkor Budapesten Schindler Szabolcs fiai sima 2-0-ás végeredményt tudtak beállítani. Az első fél időben akkor nem született gól, de Pákai a 48. percben és Olá László 74-be betalált, ezáltal pedig 2-0 lett. Uha, meg is ijesztettek. Nagyon ünneplős a hangulat. Egyébként ezt elmondta nekem
Geri Gyula is mérkőzés előtt sikerült vele pár szót váltanom. Azt mondta, hogy a mai napon az ünneplés lesz a főszerep, de nyilván egy nagyon jó hangulatú mérkőzést vár. Legjobb csapattal áll föl a hazai gárda. És holnaptól pedig már készülődnek is a srácok az NB2-re, ami augusztus 3-án startol. Igen, izgalmas bajnokság lesz. Ugye tudjuk azt, hogy NB1-ből kiesett ki, hát az MTK, itt Ajkán azért friss emlékeket őrizhetünk róluk, ugyanis december 6-án 2-1-re megvertük őket itt. Veckó Tamás nem volt boldog, arra az interjúra bizonyára sokan emlékeznek. Én is, hiszen én szenvedtem el azt a bunkóságot, de semmi gond, azóta leváltották egyébként. És az MTK mellett pedig a szombathelyi haladás is kiesett. A másik zöldfehérek, miközben egy indítás, ami nem jött össze. A kékek vágják ki a labdát. Szombathelyi haladásnál egyébként a nagyobb hír az, hogy a volt magyar válogatott kapus Király Gábor bejelentette visszavonulását. 1998-tól kezdve őrizte a válogatott kapuját, 107 válogatottságig vitte, aki megfordult például Crystal Palace-ba, a Hertában is, és az 1860 Münchenbe. Úgyhogy jövőre csatáraink kissé könnyebben vehetik be a szombathelyi kaput. Csemer. Átjátszák a másik oldalra. És egy indítás, lesről szó sincs, de hogy is nem, jelzi is az asszisztens. Csak kivárt. Tömött lelátót láthatunk egyébként, tehát itt magam előtt viszonylag tömöttet. Öt operatőr kollégámtól azért megkapnám az intést, hogy korrektebbül tájékoztassak, de egyébként tényleg folyamatosan jönnek még a nézők, és láthatjuk is. Elképesztően sokan látogattak ki a mérkőzésre. Persze nem is csak ezt a csapatot fogjuk ünnepelni, hanem a múlt generációit is. 2004-2005-ös bajnokokat, 1987-es bajnokokat is. Schiller Szabolcs egyébként azt nyilatkozta az egyik lapnak, hogy nagyszerű, hogy gondolunk ilyenkor a múltra, hisz az, aki nincs tisztában a múltjával, annak nincs is nagyon jövője. Itt Ajkán tisztelik a múltat. És ha jól látom, talán elered az eső. Ez mindenféleképpen befolyással lesz a mérkőzésre. Támad a harmadik kerület. Nagyon jó iramú mérkőzés eddig. Beadás, nem érik el fejjel a vendégek, úgyhogy kivágják az ajkaiak, és akár kontrázhatnának is. Horváth Péter megindítja Nagy Krisztiánt, Nagy Krisztián pedig nem tudja elérni sajnos a labdát. Sokan pedig kézért reklamálnak. Nem a játékvezető, Derdák Marcell nem így látta. Egyébként a bemutatásnál, a mérkőzés előtt, amit meghallották ezt a nevet, nem annyira örültek az ajkai szurkolók. Sokszor szerintük nem jogosan fújt be ítéleteket itt, az Ajkai stadionba, de egyelőre a mérkőzés 14. percig nem lehet panasz rá. Tehát ugye már mindenki tisztában van vele, hogy az NB3 nyugati csoportját az Ajkai csapat sikeresen teljesítette, hiába van még hátra ez a mérkőzés, meg a jövő heti. Akkora fölény volt, hogy már a 25. 26. fordulóba eldőlt.
zajkedik 28 mérkőzés alatt 21 győzelmet, 4 döntetlen és 3 vereséget szerzett. Abból a múlt héten egyet. A múlt héten, abból egyet, igen. Fülemre szól kollégám. 3-0-ra kapott ki a csapat, én fő Csanaktól. Hát nyilván az első fél időben kapott piros lap, megpecsételte az ajkaiak sorsát, de nyilván a fiatalokat is játszatni kell. Egyszer belefér egy ilyen eredmény. Még a Barcelona se képes arra, hogy... Még a Barcelona se képes arra, hogy minden egyes mérkőzését megnyerje. Gondolhatok itt a Bajnokok Ligája teljesítményére. És tegnap a Spanyol Kupában a Valencia verte meg. Hát ebben az évben csak egy spanyol bajnokságot nyert. Nagyszerű indítás, Csemer pedig nem éri el, meg amúgy is vendégjátékos kirúgja. Úgyhogy szöglettel következik, Huszti rúgta egyébként ki a labdát. Tehát az ajkaiak 80 gólt rúgtak eddig ebben a szezonban, és 17-et kaptak, ez abszolút figyelemreméltó, úgy gondolom. 67 pontot szereztek, a tavaly idényben egyébként, aki feljutott NB2-be, ő 70 pontot szerzett. Horváth Péter beadja, fej! Ajjajajajajaj! Harmadik kerületi védők nagyon is jól teszik a dolgukat. Tudták, hogy mit akarnak az ajkaiak végrehajtani, és ezt nem engedték nekik. A második helyen azért szerepel, ők is biztos ezüstérmesek, és ugye az előbb elmondottak alapján Komárom, a Puskás Akadémia, és a harmadik kerület versenyez még a bronzéremért. És egyébként a bajnokság alsóháza is igencsak érdekes, miközben egy beadásnak lehetünk szemtanúi, ám a partjelző ismét lest jelzett. 16 perc alatt ez már a második les. Gál Róbert nagyszerűen készítette fel a csapatát. Illés volt szabálytalan. És egyébként a 11. helytől az utolsóig, tehát a 16. helyen szereplő csapatig bárki kieshet, hiszen 3 pont van közöttük, tehát a Dunaharaszti MTK-nak 30 van, 12. helyen a Csepelnek 29 pontja van, 13. Molvidi B csapatának 28, 14. Pénzügyőr csapatának szintén 28, alatt egyen a Sárvár is 28-al van, és 16. helyezett Tar András ide 27 ponttal, aki egyébként idén egy nagyszerű kupamenetelés hajtott végre, a 3. kerületi beadás, vagyis inkább szabad rúgás, amelyet nem tudtak kihasználni. Ám de nem is folytathatják, pedig pár azért szögletért kiáltottak, nem jött össze, Balog Márton rúghatja ki a labdát. Mérkőzés 18. percében. Pákai. Kissé hosszú, de így ma így tökéletes, vagy inkább mégsem, majdnem jó volt. Egyébként jó iramú mérkőzés, mit nem mondjak. Egyébként kevesen tudják a harmadik kerületi csapatról, hogy milyen múlttal rendelkezik. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy megemlítésre méltó. Magyarországon a harmadik klub, vagyis pontosabban fogalmazva 1887. január 24-én alapították Magyarországon harmadik legrégebben alapított sportklub. Az NT 1866 és az UTE előzi meg őket. Utóbbi idők legnagyobb siker egyébként 1996-ban volt, akkor másodosztályú bajnokságot nyerték meg. Aztán szépen lassan mindig csak egy-egy évet töltöttek, vagyis hát előtte is egy-egy évet töltöttek szinte az első osztályban. 2000 és 2002 között egyébként Csepel SC néven futottak. Na de ami a legfontosabb egyébként a klubbal kapcsolatban, hogy
elmondhatja magáról, hogy magyar kupa győztes, hiszen az 1930-31-es idényben megnyerték ezt a kupasorozatot, amit egyébként tegnap a MOL Vidi húzott be a Homéd ellen, ugye 2-1-es arányban. Erre később is visszatérünk. 1931. május 25-én, tehát 88 éve és egy nappal ezelőtt az Üllői úton 3000 néző előtt verték meg a Fradit 4-1-re, Zilahi Mester 3-asával és Győri találatával, és Steiner öngól volt. Az ajkaiak pedig mennek, támadnak, talán meg lehet az első gól, sokan kezet reklamálnak, és szabadrugás, így is van, 17 méterről, Derdák Marcell egyértelműen jelzett, szabadrugással jöhetnek az ajkaiak, akik egyébként negyedjére fogják megnyerni a harmadosztályt. Nem is tudom, hogy kit várjak egyébként a labda mögé, Csemert vagy Horváth Pétert, mind a kettő tökéletes rugó, de Nagy Krisztián is ott van, és Csemer is. Horváth Péter akkor nem fogja elrúgni ezt bánatomra. Testtartásból ítélve Nagy fogja elvállalni, bár a tévedésem jogát fönntartom, játékvezető hátrainti a védőket, tisztes távolságot fölveszik. Jeszenszky, a vendégek kapusa pedig figyel, tudja, hogy ez egy nagyon veszélyes helyzet lesz. Várunk a sipszóra, 21. perc, Nagy Krisztián és Semer Gyula a labda mögött. Nagy Krisztián elrúgja, Nagy Krisztián, mekkora védés! Gyönyörű lövés, gyönyörű védéssel párosul a 21. percben, Nagy Krisztián és Jeszenszky. Pár harca volt, jelenleg Jeszenszky jött ki jobban. Horváth Péter. Horváth beadja. Kékmezesről pedig kipattan. Köles. Horváth Péter. Gyönyörűen észreveszi csapattársát, Csizmadia be. Egy budapesti védő beleért. Szöglet következik. Horváth Péter a labda mögött. 22. perc, Szöglet. Az ajkai játékosok többsége 16-osról fut be. Ott lett volna a fejes, senki nem ért el. És egyébként, ha jól látom, kettő vendégdrukker is a helyszínen van. Sok szeretettel köszöntjük őket itt ajkán, és persze a vendégek szurkolóit itt az ajkai szó online-on is egyaránt. Szöglet. Megint nem jó. Egyben van a harmadik kerület védelme. Sziós csapat. Horváth Péter. Horváth Péter, egy kis egyéni bemutató. Szélén észre is veszi a csapattársát. Csel összejön 16-oson belül. Beadás. Nem jó. Nem éri el a játékos. Megint egy beadás. Fölé tolja. Vagy nem is tolja fölé. Nem ért bele Jeszenszky Ádám. Kirúgás következik a mérkőzés 23. percében. Végre egyébként ilyen jó időjárási viszonyok között futballozhatnak a játékosok. Tajkán az utóbbi 2-3 mérkőzés kor direktek a nézők is, szurkolók egyaránt. A játékosok azért annyira nem, mert ők kifutották magukat. Sokan lesért kiáltanak, kivéve a játékvezető és az asszisztense. Kicsi pontatlan a játék, ebből indulhat az ajka. Gyönyörűen megszerzi, vagy megőrzi Nagy Krisztián labdát, átadja. Nem jó, egy kicsit kisodródott a Veszprém megyei játékos. Csel, Horváth Péter, varja föl, én azt mondom, Horváth Péter, Jézusom, mekkora lövés volt, te jó ég! Hát mindenki tapsol. És szerintem Jeszenszkynek ez karrierének egyik legnagyobb védése volt, hát azt a bal felsőből szépen kitolta.
Horváth Péter pedig nem okozott meglepetést, tudjuk, hogy erre képes. A távoli bombagólok nagymestere itt Ajkán. Csemer Gyula. Újra elkezd cseperegni az eső. Horváth Péter gyönyörűen megtartja. Nagyszerű csel. És egy kicsit pontatlan volt, nem baj, szép játék. Semmi gond, a következő összejön. Balogh pedig tökéletesen kijön a kapujából, és a 16-osnál megfogja a játékszert, kigurítja Csemernek, Csemer pedig előre tör. Amennyire akar, mert visszapasszol még Pálkaihoz. Nagy Krisztián. Köles. Nagy Krisztián újból be is cselezhetné magát a 16-oson belülre. Nem így lett. A vendégek hozhatják ki a labdát, és akár le is támadhatnának. De Horváth Péter ezt nem engedi, nagyon jól játszik. Köles. Rossz labda. Egyébként a harmadik kerületnek is gyönyörű stadionja van. Legmagasabb nézőszámot egyébként 1998. augusztus 1-én sikerült összehozniuk, ugyanis akkor 12 000 fő látogatott ki a Fradi elleni mérkőzésükre. Egyébként ugye az előbb említettem, hogy a Magyar Kupa döntő az tegnap volt, és azt is említettem, hogy a harmadik kerület pedig 1931-ben ezt a kupát megnyerte már egyszer. 1909 óta létezik egyébként Magyar Kupa, már tegnap a Molvidi a 79. kiírás nyerte meg, ugye Magyarország történelmében voltak rizikós időszakok, gondolok itt a világháborúkra. Tehát a körül nem rendeztek Magyar Kupát, nagyszerű ívelés. De a vendégek kapusa is tudja, hogy mikor és hova kell kijönni. Csepereg az eső, még a nap is kisütött, hamarosan pedig még szivárványnak is lehetünk szemtanúi. És egyébként a Magyar Kupák történetének, tehát a 79 idényben eddig döntőket, vagyis a 79 döntőt összesítve egyébként 10 mesterhármas született. Ebből az egyiket az akkori harmadik kerületi játékos szerezte, ugye Zilahi Pál. Többek között egyébként Váradi Béla és Lipcsei Péter is sikerült, vagy Lipcsei Péternek is sikerült már triplázni a Magyar Kupa döntőben. Legutoljára egyébként magyar játékos 1994-95-ös idényben tudott 3 találatot szerezni Magyar Kupában. Lipcsei Péter volt. Azóta pedig egyébként 2 játékos, de egyik sem magyar. 2007-8-as idényben Dordzs Komelhama, a debreceni játékos, aki kameruni származású, és a 2010-11-es idényben Foxy, aki közép-afrikai köztársasági állampolgársággal rendelkezik, és a Kecskemét színeiben sikerült mesterhármas szereznie. A tegnapi döntő során pedig ugye 3 gól született, a Honvédot 2-1-re verte meg a Molvidi, hajrában szerzett 2 találatot. Ott pedig az érdekessége az, hogy a 3 gólt, vagyis a 3 gólból 2 játékos szerezte, aki külföldi. Kicsit furán hangzik ez a megfogalmazás. Egy játékos pedig hazai, de ő se itthon született, hanem Szerbiában. Egész pontosan Hollander Filipről beszélek, 24 éves válogatott játékos, aki Szerbia városában, Kragujevacban született, ami Magyarországon egy akkora területű város, mint mondjuk Pécs vagy Miskolc. És a szerb Sepovics
tudott egyenlíteni a mérkőzés 79. percében, és a bosnyák Hadzic pedig állította a győzelmet. Sokan 11-est kiabálnak, ám nem, nem és nem. A játékvezető nem látott itt semmi szabálytalanságot. Csemer fejjel veszi a labdát, Horváth Péter. Ott a helyzet. És a játékvezető pedig azt mutatja, hogy kifele szabadrugás. Hát jó. Egyébként a harmadik kerületi tévéjében még több nagyszerű játékos is megfordult. Ugye szerintem nincs olyan ember, nincs olyan néző, aki ne hallott volna Koplárovics Béláról. Na nem ő játszott ott, hanem az a játékos, aki beadta neki a labdát Manchester United elleni mérkőzésen. Szamosiról beszélek. 91. percben beadta, és Koplárovics pedig a Manchester Unitednak meglőtte győztes gólját. Zalaegerszeg, Manchester United 1-0. Tehát Halmosi is játszott ott. Csemer. Leviszi középre. Nagyon jó, Nagy Krisztián. Furán pattant a labda. Nem jöttek össze a számításai. És egy nagyszerű indítás. Megindulnak a harmadik kerületiek. Csemerrel nem lehet fizikálisan fölvenni a versenyt. Körülbelül egy ránézésre 20-25 kiló előnye biztos van Csemernek. Bár nem vagyok benne biztos, de azért jelentős a különbség. Hát szerintem egy olyan 60 kiló környékén lehet a vendégjátékos, Csemer meg egy olyan jó 80-ba. Szurkolók egyébként már várják az első találatot. 31. percben járunk, Ajka, harmadik kerület, 0-0. Egyébként amellett, hogy itt a nézőtér teli van, láthatják közvetítésünkben, hogy ott a túloldalt is rengetegen sorakoznak azért, hogy nézzék a mérkőzést. Nagyszerűen észreveszik Olá Lászlót, ám de pontatlan volt, úgyhogy szöglettel követ, vagy szöglettel jöhet az ajkai gárda. Olá László gyorsan el akarja végezni. El is végzi, Horváth Péter, ott lehet a bombagólja, még nincs itt. Csemer. Nagy Krisztián megveri az ellenfelé 16-oson belül, úgy néz ki, hogy igen, lövés túloldalt. Olá, Horváth, ajj, ez fölé ment, nem baj. Horváth Péternek mindent elnézünk. Ismerjük képességeit, most nem a szerint lőtt el a labdát. De nem baj. Fog ő még ma gólt lőni? Jeszenszki rúgja ki a labdát. Olá, nagyon szépen megtartja. Olá egyébként a góllő lista harmadik helyén áll, és elcsúszik a nedves füvön, ugye előbb kicsit csepergett az eső. Kerületiek megszerzik a labdát, támadhatnak előre. Nézzük. Horváth Pétert szabálytalannak minősíti a játékvezető. Föl is segíti ellenfelét. Husztit rúgta föl, Huszti szerint. De aki látta, ez nem érthet ezzel egyet, úgy gondolom, hogy jogosan. Halad, halad!
precíz átadás, kicsit nehezen vette le a vendégjátékos, de majdnem, hogy ők is veszélyeztetni tudtak. Hidvégiről került egyébként ki a labda. Balogh pedig rúghatja ki. És ki is rúgja. Kicsit megtréfálja a játékosokat ez a nedves fű most. Teljesen elszámítja magát mindenki. Balogh pedig nagyon szépen megőrzi, kikíséri a labdát. Balogh leteszi az ötösre. És hamarosan kirúgja. 35 perc eltelt a mérkőzésből, Ajk a harmadik kerület 0-0. Hidvégi. Istenek, senki nem rúgott úgy össze, hogy abból sérülés legyen. Bedobás, Csemer dobhat. Csemer helyébe Pákainak dobnám hátul. Csemer pedig zét is teszi a kezét, hogy mi van, mert nem lát senkit. Horváth Péter fejjel, nagy megőrzi, nagyon szépen, nagyon jó játékot láthatunk eddig. Hiába 0-0 az állás, eddig élvezetes a mérkőzés. Csemer, Hajszál pontos átadás. És dobhatnak az Ajkaiak. Köles, nagyon jó. Pontatlan, nem baj. Lesz ez még így se. Tehát egyébként a tavalyi szezonban, mint mondtam, a Kaposvár 70 ponttal lett bajnok. Idén az Ajka még szerezhet pár pontot, egész pontosan 6-ot. Azzal pedig 73 ponttal lehet bajnok, de jelenleg mivel 0-0, ezért nem 6 pontot számolok, hanem 4-et. Harmadik kerületi tévéje pedig az 5. helyen fejezte be tavaly a bajnokságot. 50 ponttal, 13 győzelem, 11 döntetlen és 6 vereség. Ugye a Kaposvár tavaly az NB3-at nyerte meg, idén az NB2-t, miközben egy Ajka játékos a földön. Stáb be is jön, az egyszemélyes orvosi stáb. És a Kaposvárnak pedig egyébként innen gratulálunk, hogy augusztusban megkezdi a szereplését NB1-ben. Hatalmas teljesítmény. 2015-ben még megye 1-ben jártak. Ez egy tökéletes példa lehet az Ajkai csapat számára, hiszen nem titkos cél, de azért kerülnek az NB2-be, hogy később azt is megnyerjék. Az Ajkaiak egyébként 1923-ban alakultak meg, legjobb eredményeiket 1980-ban és 2010-ben érték el, ott az NB2-es mezőny 4. helyén végeztek. 3-szor nyertek NB3-as bajnokságot, 1-szer pedig negyedosztályú bajnokságot. Az orvosi ápolás miatt valószínűleg 2-3 perces hosszabbítás várható. Egyébként a szünetben is érdemes lesz velünk maradni, hiszen a volt bajnok csapatokat ugye ünnepelni fogják, 2004-es, 2005-ös együttest is. És ugye ezt már az elején elmondtam, a végén pedig ugye a nagy jelenlegi csapatot ünnepeljük. És csere lesz, ha jól látom, Ill és Dávid battyog le. Illés battyog le, jobbulást kívánunk neki. Ajajajajajaj. Ez most nem tetszik az Ajkaiaknak se, nem azért tapsolnak, hanem Illés Dávidot és teljesítményét. Jobbulást kívánunk Illésnek, és Kalász Milán érkezhet
ha jól hallom. Kényszerű csere, 39. percében lesz. Csemer. Ez most egy kicsit kizökkenthette a játékot. Csaba. Pákai. Horváth Péter nem éri el a labdát. Addig egyébként emberelőnyben játszik a harmadik kerületi együttes. Egymással passzolgatnak a kékmezesek. Most pedig előre próbálnak támadni, egyelőre egész jól sikerül. Majd a vendégjátékos megtapasztalta közlebbről az Ajkai gyepet, hiszen elcsúszott. Bedobás. Veszprém egyek dobhatnak. És jöhet is a csere. A 41. percben Illés távozott ugye a pályáról. És ahogy mondtam, Kalász Milán fog pályára lépni. Ki egyébként a legutóbbi hazai mérkőzésén be is talált a 26 éves ajkai játékos. Ismét bedobás. Köles az ajkai hajítógép. Jó pontatlanul is dobta. Úgyhogy a harmadik kerületieknél marad a labda. Az ajkaiak kitámadnak, úgyhogy hibára kényszerítették a vendégeket. Csemer. Pákai. Köles. Csaba. Nagyon jó passz. Ajj. Hajszál pontosan próbálnak játszani a srácok. A passzok 80%-a összejön, de az utolsó fázisban valahogy mindig elcsúszik az ütemterv, vagyis inkább a végrehajtás persze. Huszti. Balog. Csaba közben a földön, de fel is áll. Olá. Horváth Péter. Köles. Pákai. De egyébként remek az idő, tehát ünneplésre szerintem az ilyen a legjobb. Kellemes 20-21 fok lehet. Olá. Ajj, pontatlan. És ebből pedig ki is támadhat a harmadik kerület. Nézzük. Játékvezető szerint ez nem volt szabálytalan. Szerinte belefutott a játékos az ajkai védőbe, és ott maradt. Nagy Krisztián kicsi felborított ellenfelét, aztán sportszerűen pedig elnézést is kért, rátette a kezét az ellenfele nyakára, megsimogatta a hátát. Húha, ez kicsit necces volt. És az pedig szabálytalan volt egyértelműen. Nem lenne jó sérülést összeszedni, épp elég, meg még sok is, hogy Illés lesérült. A diagnózisról jelenleg nem tudunk sokat, sőt, semmit. És Köles is ott van az oldalvonalnál, vele is történt valami, a fejét ragasztják. Jelentkezik játékra, még nem engedi be, majdnem jó volt.
Csemer. Csaba. Köles. Partjelző. Szabályosnak látott minden megmozdulást. Így nem fújt közben a játékvezető se. Ott pedig lökés volt. 17-es vendégjátékos Csaba Dánielt lögdöste, tehát borvető Ádám. Túl vagyunk egyébként a rendes játékidőn, egy-két perces hosszabbításra számíthatunk. Egy percet hosszabbít a játékvezető, Derdák Marcell. Most ott el az információ. Csaba Dániel. Olá. Teljesen szabályos szerelés volt szerintem. A játékvezető szerint pedig nem. Kifele jöhet a szabadrúgás. Vendég fejről, vendég lábra. Ezzel a momentummal ért véget. Az első félidő. Ajka, harmadik kerület, 0-0. Lesz dolguk a vezetőedzőknek, úgy gondolom. Pihenő, és hamarosan jelentkezünk mi is. Vissza is tértünk a második félidőre, úgy, ahogy megígértük. Harmadik kerület kezdhet. Az állás 0-0. Az Ajka egyébként az első félidőben több helyzetet tudott kidolgozni. A legközelebb a gólszerzéshez azonban akkor jártak, amikor Horváth Péter rá bombázta egy olyan 25 méterről. Jeszenszki kapus hatalmas bravúrral nyomta ki a balas vagy a bal felső sarokból. De egyébként jó iramú mérkőzés, senki se lazít. Folyamatosan támadnak, nem lazázzák el a dolgokat. Az első fél időben az ajkaiak egy kényszerű cserét végrehajtottak. Illés Dávid kapott olyan sérülést, amellyel nem tudta folytatni a játékot. Neki még egyszer innen jobbulást szeretnénk kívánni, és Kalász Milán érkezett a helyre a 41. percben. Horváth Péter. A vendégek megszerzik. A labdát persze, a vezetést, az még távol áll mindkét csapattól. Nagy Krisztián, de egyébként a november 11-i mérkőzés. Nagy Krisztián belelövi a kapusba. Jeszenszki véd. Egyébként a november... Most nem áll távol a vezetés, de a november 11-i mérkőzésen egyébként, amikor a két csapat egymás ellen találkozott, vagy hát egymással találkoztak, akkor se született találat az első félidőben, akkor a második félidőben Pákai Gergő szerezte meg a vezetést a 48. percben, majd a 74. pedig Olán László növelte az előnyt, az a lett 2-0. Köles Jánosnál a labda. Kalász Milán. Horváth hagyja. Csemer, nem sikerült a csel. Bal szélen pedig megindulnak egyébként a harmadik kerületiek. Mit tudnak kiharcolni? Egy szögletet, vagyis egy szöglet helyett bedobást. Teljesen más felement a labda, mint amennyire én számítottam. A bedobást azonban gyorsan elvégzik a kék mezesek. És a csapatkapitánynál a labda tovább passzolt a kaszai. Szélre átjátszák, ám de nem jól, bedobás következik.
szögletzászlóból. Szögletzászlóból? Hát abból nehezen dobnának előre. Szögletzászlótól. Remélem, nyelvtantanárok nem hallották ezt a mondatomat. Amennyiben igen, abban a helyzetben pedig elnézést kérek nyelvtani helytelenségeimért. Megpróbálják kihozni a hazaiak a labdát. Egyelőre jól sikerül. Ám a fázisban megint becsúszott valami. Ott a helyzet a harmadik kerület előtt. De egyszerűen blokkoltak. A hazaiak és a játékvezető pedig szabálytalanságot jelez. Kifele jön. És kifele rúghatja a labdát Valog Márton. Felszabadult viszonylag az ajkai kapu. Nézzük meg, mire mennek. Kicsibe végzik el, Csemernél a labda. Csemer járatja alaposan, majd pedig lepasszol Pákaihoz. Pákai. Olá László irányába a labda, ám Jeszenszky megfogja. Gyorsan rávetődik, föl kell, és kis gurítja. Köles Jánosnál a labda. Tovább passzolja Nagy Krisztiánhoz. Nagy Krisztián még megőrzi. Nagy Krisztián pedig befele megy és felrúgja. És felrúgják nagyot. Ez nálam egyébként sárga lap. Játékvezetőnél pedig egy szóbeli figyelmeztetés. Egy jó 23-4 méterről. Kicsit necces a helyzet, de én Csemer helyébe rábombáznám, rásütném. Nagyon jó ballába van a Heves megyei játékosnak. Hallom itt oldalt a szurkolóktól, hogy Gyula betekeri, azt kész. Hát megnézzük, beadja, vagy betekeri. Mind a kettő opció veszélyes. 51. perc, Csemer fejre, Jeszenszky fog, véd, és rövid időre felszabadulhat a vendégek kapuja. Jeszenszky csapattársát választja. Persze ki más is választott volna. Köles, nem jó. Kaszaival harcolt meg. Kifele pedig mehet a szabadrugás. Játékvezetőnek pedig Kaszai odaszól. Nem ért egyet a döntésével. Nagy Krisztián befele. Kalász. Rossz a passz. És most a harmadik kerület. Jeknél a labda. Támadást vezethetnek akár végig. Az ajkai védelem, mint a betonfal. Balog pedig kirúgja. Kékmezesek hátra játsszák. Bal szélen akarnak megindulni. Ott is indulnak. Köles mellett elviszi a labdát. Vendégjátékos beadás. Fejes. Balog pedig. Véd. Kicsibe. Kölesnél a labda. Pákai. Csaba. Olá. Irányába a labda. Harmadik kerületiek megszerzik. Most megy rá Olá az emberére. Harmadik kerületiek pedig egymást rugdossák. Nehezen tudják elsodorni a labdát a kapu előteréből. Nem is nagyon sikerül, hiszen tacsra vágják. Ajkai bedobás. Kizmadi okosan megőrzi a labdát, majd hátrapasszolja Pákainak a csapatkapitányhoz.
Csaba. Horváth Péter. Beadja nem jó nagy Krisztián irányába. A pestiek közbeszóltak. Jeszenszky fog. Hát, ezt a labdát nem tudta megőrizni. A játékos Köles pedig bedobja. Sokan mutatják, hogy kim volt. Ám játékvezetők. A játékvezető és az asszisztens semmit nem jelzett. Csemer. Megkerülő sellel, nagyon szép. Most pedig kicsit hosszan indította meg magát Csemer. Test a test elleni párharc, gondolom én, a játékvezető nem így gondolja. Szabad rúgással jöhetnek a harmadik kerületiek. És elkezdett zúgni megint a Schindler Szabolcs. Hatalmas tiszteletnek örvend itt Ajka városában. Nagyon jó csapatot rakott össze ő és a szakmai stáb. Megsüvegelendő a teljesítmény, Balogh pedig maga biztosan véd. Kenderes. Olá. Nagyon jó, Nagy Krisztián megvan innen. Mert hogy megindították, ám Deles jelzett, a partjelző. Sokan kérdezik, hogy mire fel. Hát mert úgy látták. De nyilván itt a játékvezetői a szó. Itt ő dönthet mindenről. 55. perc. Ajka, harmadik kerület, 0-0. Köles, fejjel. Játékvezető pedig egyértelműen int. Hol áll a labda? Szépen megőrizte Kalász, majd hosszan próbálta indítani Nagy Krisztián, túl hosszan, hiszen a kapushoz került egyébként a játékszer. Ajkai térfélen a vendégek. Mire kimondom, persze, hogy visszamennek. Mindig, amikor kimondok valamit, rá 2-3 másodperc az ellenkezője lesz. Akkor azt mondom, hogy nem született, vagy ez a mérkőzése nem fog gól születni. Pár másodperc is valaki betalál. Remélhetőleg. Köles. Nagyon jó, Kalászt észreveszi. Kalász küzd a labdáért, jó, megtartja. Köles. Pontatlan, pontatlan és pontatlan volt. Kaszai. Harmadik kerület 23-as messzámú játékosa megindul. 16-oson belül rálövi. Ajkai védők pedig a helyzet magaslatán vannak. Semmi nem volt. Ajkai védők kibombázzák, de még nem szabadult fel. Veszprém megyei kapu. Kaszai. És fölé. Játékvezető ítéletével a vendégjátékosok nem értenek egyet. És a sárga előkerül a játékvezető zsebéből. Megjutalmazza Rabatin Rolandot. Közben pedig kapjuk kommentbe, hogy Veszprém Szeged 14-14. Köszönjük szépen. Igen, hatalmas szívfájdalom, hogy a két fontos mérkőzés, vagy talán számomra fontos mérkőzés egy időpontban van.
A Veszprém megyei sport pedig előre tör. Jövő héten pedig a Bajnokok Ligája Final Four-a lesz, ahol a Telekom Veszprém Kielc ellen játszik, ugye? Van mit elintéznie a Veszprémnek. Pár évvel ezelőtt 9-szel vezetett a BL döntőbe, és onnan sajnos kikapott. A másik ágon pedig a Barcelona játszik a Vardar Skopjéval. Nagyszerű cselsorozat, eközben a pályán. És bedobással jöhetnek az ajkaiak. Szöglet. Az ajkai szurkolók természetesen várják az első gólt. Beadás. Nem jó, Nagy Krisztián fut a labdáért, de nem ő éri el, hanem Rabatin. A sárga lappal rendelkező játékos. Ki pár perce sárgult be. Bedobás. Nagyszerű indítás, ám én ezt csak így gondolom, de sajnos nem lett az. Nagy Krisztián előtt járt a labda 1-2 méterrel. Kasszai pedig tökéletesen tovább pördítette a labdát. 17-es borvetőnek. Ám az ajkaiak szabálytalankodtak. És jöhet is a csere. Tizenkilences rác lejön, és a 18-as ez számmal pedig érkezik. Kürti Zsolt lépájára 18-assal. Második csere lehetőségét is kihasználja ezennel Gál István Róbert vezetőedző. Az ajkaiaknál eddig csak egy csere volt, az is kényszerű. Fél óra hátra van még ebből a mérkőzésből. Rendes játékidőről beszélek persze. Köles. Nagyszerű indítás. Kenderes. Még belepöcköl, kivágja a védő, nem értettek együtt a kapussal, távoli lövés, megpattan. Nagy, bent tartja a labdát, lepasszolja, ott a helyzet. Meddig kell várni az első gólig, vajon mostanáig nem? Kékmezesek. Kivágják. Horváth Péter. Kenderes. Kalász. Húha. Előre játszanak, húha! Itt a labdakezeléssel nagy problémák vannak. A 17-es borvetőnek. Csizmadia. Csemer beindul, fellökik. 34-5 méterről pedig jöhet is a szabadrugás. Gyorsan kicsivel is végzik. Csizmadia és Csemer. Rontják. Nem jó. Most meg lehet indulni. Nem jó. Egy ütemmel lemaradt az ajkai játékos.
Halász Milán. Egyébként két héttel ezelőtt is, amikor 3-0-ra győztünk, akkor a 70. percben indult be a gólgyártás. Köles. Köles nagyon szépen átteszi a másik oldalra a labdát. Csemer megindul. Nagy Krisztián megindítja 16-oson belül. Harmadik kerületi védők pedig ott vannak a szeren. Le a kalappal egyébként a teljesítményük előtt. Egyenrangú partnerek a pályán. Köles. Támadnak a vendégek. Nézzük, mi sül ki ebből. Nagyszerű átadás, lövés. Ez egy másik kapuba ment be a labda. De most nem azt a kaput kell bevenni, hanem azt, ami a pályán van. Szöglet a mérkőzés 65. percében. Játékvezető pedig eligazítja bent a játékosokat az ötösön belül. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből a szögletből. Mehet is. Balogh kiüti. Balogh egyértelműen szólt, hogy övé a labda. Nagyon jó. Nagyon jó. Ebből lehet egy támadást indítani. Nagy Krisztián. Nagy Krisztián. Ajj. Nem jó. Nem baj, nem baj, nem baj. Föl kell tovább hajtani, csinálni kell. Kenderes. Helyett Olánál a labda. Nagyon jó. Lesről nincs szó. És mégse nagyon jó. Kapus kirúgás. Miközben az egyik vendégjátékos a földön fekszik. 22-es messzámmal Szalai. De hamar föl kell. Cserére nincs szükség. Ám az ajkaiaknál sincs még csere. Schiller Szabolcs oda hívja magához a fiúkat. Különböző utasításokkal látja el őket, miközben a játékosok még frissítenek is. 67. perc, Ajka, harmadik kerületi TV-je 0-0. És a 22-es Szalai pedig lejön a pályáról. És hármas messzámmal. A csapatban a 22-es Szalai Vilmos helyett. Ámori Ákos érkezett be Szalai helyett. A helyszínen is most az utóbbi percekben nagy a csönd. Legutoljára akkor buzdították szurkolókat, vagyis hát nem is buzdítás volt, hanem Schindler Szabolcsot éltették. A keceli születésű fiatal mestert, aki 1974-ben született. Sokan ugye ébresztőt kiaválnak, vagy kiáltanak. Schindler Szabolcs az NB1 meghatározó játékosa volt, kétszeres magyar kupa győztes az MTK-val és a Budapest Honvéddal, nyert még 2007-ben.
tegnap ismét adott volt egy honvéd sikerám a Vidi. Az utóbbi, vagy az utolsó 20 percet nagyon megnyomta, annak köszönhetően nyerték meg a kupát, és csupán egyébként másodjára. A rekorder, a Ferencváros 23 magyar kupa győzelemmel. Miközben a harmadik kerületi tévéje próbálkozik, és a kapu bal oldalán elhalad a labda. Figyelmeztetőjel úgy gondolom, az amit most csinál a harmadik kerület. Valamit már ideje nyújtani az ajkaiaknak, például egy gólt. Nem hiába kiabálják azba, hogy ébresztő. Balog rúghatja ki a labdát. Köles. Balogot választja. Len Kenderes mutatja, hogy teljesen üresen van. Meg is kapja. Mellen leveszi. Pákai. Köles, gyönyörűen emelte meg Kalász a lábát. Nézők közé megy a labda. Fiatal úriember pedig bedobja a labdaszedőnek, és az ajkaiak pedig próbálkozhatnak. Szöglet. Következik a mérkőzés 70. percében, és az ajkai szurkolók pedig már elvárják a találatot. Aki eddig gólt akart látni, és Veszprém megyei csapatot, az egyelőre a Veszprém Szegedet választhatta, hiszen ott jó sok gól született, és ott a vezetés, ott van! 70. perc, 1-0 az ajkának. Egyik fejről át a másikra, és a harmadikra. Jeszenszky Ádám lába pedig földbe gyökerezett, erre mozdulni nem tudott. Sizmadia Zoltán szerezte a találatot. Jár neki a taps. És úgy, mint két héttel ezelőtt a 70. percben, most is beindulhat valami. Sőt, itt be is indult, ott pedig akkor indult be a dolog. Ajka harmadik kerület. 1-0. Miközben a szurkolói örömöt is láthatjuk. Lengenek az ászlók. És vissza is térünk a mérkőzésre. Kalász Milán megszerezte, aztán elvesztette a labdát. Nem kell leállni az agresszív játékosokkal. A büntetést majd a végén az eredményjelző teszi meg. Csak itt a pálya mérlegelt az egyedül a játékvezető, tehát nem kell foglalkozni ezekkel, nem szabad fölvenni. És ez egy csúnya odacsúszás volt, és megy is a kakaskodás. Elég keményen. Nagy Krisztián még oda is dobta az előbb a labdát. Ez nem futball pályára való, mármint a kakaskodás. Tegnapi nap folyamán egyébként Székesfehérváron voltam egy kis egyéni sztori, egy boxmeccsen, hát ezt ott lehetne elintézni. Bár nem mindegy, hogy milyen ellenféllel szemben. A harmadik perc eltelt, 3 perc a gól óta, kissé elszabadulnak itt az indulatok.
gól felperzselte a hangulatokat. Jeszenszky megfogja, földobja és kirúgja a labdát. Rossz fejes. És Nagy Krisztián pedig sárga lapot kapott az előző momentumért. És most pedig akár gólt is szerezhet. Jeszenszky pedig inkább kivágja a szurkolók közé. Még jó, hogy a fa megfogta. Nagy Krisztiánt felrúgják, ám játékvezető szabályosnak ítélte a jelenetet. És támadhat a harmadik kerület. Vajon egyenlíteni fognak-e? Köles odapasszolja az ellenfeléhez. Köles. Egyik szélről a másikra. 75. perc. Ajka harmadik kerület 1-0. Köles. Pákai. Indítás Nagy Krisztián megszerezheti, és szöglet következik. Előbb is abból tudtak veszélyeztetni a srácok, talán most is. 76. perc, 1-0-ás állás. Csemer fogja elvégezni a szögletet. Szépen lassan. Van idő. Van még 15 perc a rendes játékidőből. 16-oson belül 5 ajkai foglal pozíciót. Csemer beadja. Megcsúszik a fejes és 2-0! Gyönyörű játék, gyönyörű játék! Erről van szó. A pontrugásokat elképesztően kihasználja a csapat. Zuga bajnokcsapat is. Csizmadia Zoltán duplázott a harmadik kerületi TV ellen. Az állás ezzel 2-0, 14 percünk hátra van, a sportban ez még rengeteg, tehát nem szabad elkönyvelni az ajkai győzelmet, maximum csak akkor, amikor lefújja Gyerlek Marcell a mérkőzést. És a gólszerző Csizmadia Zoltán jön le, vastaps. És Major Norbert érkezett a helyre, aki régóta nem mutathatta meg itt magát. Emlékeim szerint, bár remélem, hogy emlékeim nem csalnak. Még jó, hogy ezt a támadást megvárták a cserével, nem? Igen, még jó, hogy ezt a támadást megvárták a cserével, jól mondja a kollégám. 1-0 lett volna, de nem. Csizmadia minden egyes másodpercet kihasznál arra, hogy gólt szerezzen. Ha már játék lehetőséget kapott és bizalmat, akkor azt is szolgálja. Horváth Péter. Kölesnek jár most a vastaps. Jeszenszky pedig maga biztosan megfogja a labdát.
Köles. Kalász. Kenderes. Nagyon szépen észreveszi Horváth Pétert. Mérkőzésen azt mondtam, hogy Horváth Péter be fog találni. Remélem, hogy így lesz, és majdnem betalál. Elképesztően jól rúg Horváth Péter. De Jeszenszky most jobbnak bizonyult. Kilencedik perc. Támad a harmadik kerület. És Les jelzi az asszisztens is. Játék vezető felé pedig mennek a kérdések. Vendégjátékos oldalról, hogy de miért? Hát mert Les. Pákai. Balog. Csaba, Csemer. Egyébként itt a vezetőség elképesztően jó programokkal tömteteli ezt a mérkőzést, vagyis ugye fél időben is a volt játékosokat köszöntöttek, ugye bajnok csapat tagjait. Mérkőzés után a mostani bajnokokat fogják itt ünnepelni. A gyermekek számára ingyenes ugrálóvárat is használnak. 16-oson belül Nagy Krisztián nem tudja tökéletesen ellőni a labdát, hiszen megpattan egy védőn. De az ajkaiaknak ez nem baj, hiszen lecsapnak a labdára. Horváth Péter. Ajajaj. Nem jó, de jár a taps. Jeszenszky rúgta ki a labdát. 81. perc. Letámadás. Horváth. Ajj. Ha még ma valaki megérdemli a találatot, az egyértelműen Horváth Péter, úgy gondolom. Meg persze Nagy Krisztián is. De ezzel még várunk. Csemer. Nagy. Köles. Fejjelben tartja gyönyörűen. Ám de egy ellenfélhez kerül a labda. Köles pedig csak megállt egy helybe. Futott a 12-es csapatkapitány, Kaszai Gergő. Bal oldalról beadják, Pákai pedig. Ha van beadás, akkor kiadás is, de nem. Pákai tisztázza kapu előtt. Köles. Gyönyörű játék. Kalász, Köles nagyon szépen játszottak össze. Kenderes hiába mutatta, hogy ők dobnak, nem ők dobtak. Pákain pedig fönnakad a játékos, de direkt. Horváth Péter. Aj, de pontos labda a mindenit. Aj, ez meg aj, de pontatlan. Major Norbert. Köles. Kenderes. Olá. Köles. Csaba. Ő egyébként az ajkaiak legfiatalabbja. Még nincs 20 esztendős a játékos. És mostanság folyamatosan kapja a lehetőségeket. Ugye őt a Honvédtól igazoltuk télen.
Kalász, beadás. Ajj. Majdnem. Az ajkai fejesekkel vigyázni kell, ugyanis kettő gólt úgy kapott a vendégcsapat, és mind a kettőt Csizmadiától, bár Jeszenszky megnyugodhat, hiszen Csizmadia, aki duplázott, az már nincs a pályán. És közben pedig csere lesz. Marco Robert érkezik, ő is fiatal játékos. Ez is egy egyéni információ, de egy fodrászhoz járunk. És most jöhet a csere. Horváth Péter lejön, hatalmasat nyújtott, két bombát is lőtt, de a vendégkapus rajta volt a labda ívén, és Marco Robert is beáll és bizonyíthat a fennmaradó 6 percbe, plusz a hosszabbításba. Ő egyébként Veszprémből érkezett, veszprémi lakos tudtommal. A veszprémi foci suliban nevelkedett. És viszonylag fiatalon felnőtt NB3-as ajkai csapat keretébe tudta magát tenni. Abszolút nagy tehetség, egyébként a Magyar Kupában is megmutathatta magát. A Debrecen elleni visszavágón szerepet kapott a második fél időben. Ott is nagyszerű húzásokkal szórakoztatta az ajkai közönséget. És élvezetesebbé tudtam így varázsolni a közvetítést. Horváth Péter pedig a mai napon nem szerzett gólt, de akkor a jövő héten fog gólt szerezni. Az pedig vendégbe. A szezonban annyi bomba gólt lőtt, hogy szerintem neki nehezebb feladat lenne csak begurítani a labdát a kapuba. Horváth Péter egyébként megfordult Szalaegerszegen is. Testvére pedig ugyanebben a bajnokságban szerepel, jelenleg a Nagykanizsa színeiben. Pár hete, még amikor az ajkaiak Nagykanizsán jártak, Ajka begyűjtötte első vereségét. Gondolom a tesók között ment a cikizés otthon. És egy sérülés. Görcsül a 13-as játékos lába, Rabatini. Tizatosan belül az ajkaiak. Olá, lövés, mekkora gól! Hát, hatalmas erővel vágodott a kapuba. Jeszenszkynek esélye nem volt védeni. A 88. percben úgy gondolom, hogy kibonthatom, hogy nem csak három gól van az ajkaiak mérlegén, de hamarosan a hármas sípszó végén három pont is lesz. És ezennel pedig 70 pontjuk lesz a tabellán. Tavaly ugye a Kaposvár is ennyit gyűjtött, ezzel került föl NB2-be. Idén pedig nyár végén megkezdik az NB1-es szereplésüket. Föl van adva a lecke, összejöhet Ajkán is. Nagy Krisztiánt próbálták meg megindítani, ám nem jött össze. Kalász kisé pontatlan volt.
mellel leveszik a vendégjátékosok. Rabatin tovább, Kassai. És nem éri el a vendég fejet. A labda. Sárga lap. És büntető. Gólt kaphat az Ajkai gárda. Csaba Dániel kapott sárgát. Pontosan nem láttam, hogy ott benn mi volt ez a kis rendezkedés. De a lényeg, hogy büntető következik. Mert értékesíthetnek. A vendégek. Balog Márton. Ki fogja elvédeni, vagy nem? Nem. Gólt kapott az Ajkai együttes a mérkőzés 90. percében, ezzel 3-1, de hát, mint halottnak a csók, ez már olyan. A vendégcsapat gólszerzője 12-es számú Kassai Gábor. Kassai Gábor talált be. A vendégcsapat kapitány. Az Ajkai drukkerek kedvét nem szegi ez a büntetőből kapott találat. Szúg a bajnokcsapat és a szép volt fiúk is. Nagy, tovább. Aé. Markó előtt rosszul pattant meg a labda. Hú, de pontatlan labda. Játékvezető pedig 3 percet mutat föl, annyi lesz a hosszabbítás. Ahány Ajkai gól, annyi perc. Azt mondod, hogy 2 sör kér. 2 percet. Nem, 2 perc. Pedig már majdnem mondtam volna, hogy annyi perc hosszabbítás, ahány Ajkai gól született. Még jó, hogy nem 10-et rúgtak, de nem. Csak 2. Zúg egyébként a kemény magtól, az álljatok föl. Itt előttem a nézők szépen lassan mindjárt fölállnak. Én mondjuk alapjáraton is állva vagyok, hiszen egész mérkőzést így közvetítettem le. A 3 vendégszurkolónak pedig odaének Elik Váron, hogy indul a busz. Taps is egyre jobban éleződik. Balog kirúgja a labdát, amellett, hogy a vezetéknevünk is egyezik, még a születési dátumunk is napra pontosan, csak az év nem stimmel, Les. És már itt előttünk se elkezdenek felállni a szurkolók, ez egy szolidaritás lehet felém, aki 90 percig ezt csinálta, nem egyébként nyilván a játékosok teljesítménye előtt kedveskednek ezzel, és persze a szakmai stáb kedvére. De még nincs vége, csúnya becsúszás. Játékvezető pedig szabadrúgását lefújja a mérkőzést. Ajka, 3. kerület, 3-1. 70 pont van a tabellán, az Ajka mellé írva. Ugyan már biztosra tudtuk, hogy az Ajkai együttes nyeri meg ezt a bajnokságot az utóbbi 2-3 fordulóban. Hamarosan pedig kezdetét veszi az ünneplés, úgyhogy szerintem még élő bejelentkezésekkel nem szűnünk meg. Érdemes lesz velünk tartani. És köszönjük szépen, hogy hazai meccseken nem csak a helyszínen tekintették meg a csapatot, de itt még az Ajkai Szó online-on is. Nagyon remélem, hogy augusztustól az NB2-ben is találkozunk.
Zúg a taps, nem véletlen. A fiatal focisták pedig a jövő generációja. Len várják a fiúkat egy pacsira, de hát játékosok majd később jönnek ki. Kezdődhet az ünneplés. Hamarosan még jelentkezünk. Kellemes vasárnap estét, délutánt, jó pihenést, viszont hallásra és viszont látásra.